Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntjük egymást, Isten hozott bennünket a 11. ünnepi energiapolitikai fórumunkat megnyitom. Kérem, hogy a mobilokat szíveskedjetek kikapcsolni. Majd kérem, hogy énekeljük el közösen a himnuszt. Most hallgassuk meg társulatunk hitvallását felvételről, Kubik Anna Kossuth Díjas színművésznő tolmácsolásában. Vasalder. Előhang. Volt egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő istenének. De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer meg ezer apró, csillámló homokszemcséből. És a homokszemeket köddel kötötte össze. És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta, és azt mondták, bolond. De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az ő istenének. És amikor az oszlop készen állott, az emberek nevettek rajta, és azt mondták, majd a legelső szél összedönti. És jött az első szél, és nem döntötte össze. És jött a második szél, és azt sem döntötte össze. És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot, mely hittel épült. És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak, és azt mondták, varázsló.
és egy napon berohantak az udvarára, és összedöntötték az ő oszlopát. És az ember nem szitkozódott, és nem sírt, hanem kiment megint az ő udvarára, és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő istenének. És az oszlopot megint nem faragta márványból, és nem építette kőből, hanem megint sok-sok apró homokszemcséből, és a homokszemeket köttel kötötte össze. Bencsik János úr külföldi elfoglaltsága miatt nem tudja előadását megtartani, ezért a fórumunk programja az eredetileg meghirdetetthez képest kissé módosult. A módosított, vagyis a végleges program kivetítésre kerül. Ennek egy előnye van, hogy minden előadónak 10 perccel több ideje van az előadásnak a kifejtésére. Tehát ez a végleges program. Köszönöm szépen. A fórum levezetésében Szönyi Zoltán, Kacsó András és Rudolf Viktor alelnökök lesznek a segítségemre. Váltogatni fogjuk egymást. Most átadom az elnöklést Szönyi Zoltán úrnak. Köszönöm. Azonnal ének a lehetőséggel, felkérem elnök urat, hogy tartsa meg előadást. Tisztelt hölgyeim és uraim! 15 évvel ezelőtt, 2000. május 4-én alakult meg a társulatunk. A társulatunk etikai nyilatkozatában, amit az alapítók aláírtak és mindmáig betartottak, a társulat célját a következőkben foglaltuk össze. Szükségesnek tartottuk a nemzeti energiapolitika megvalósítását, és ezért szakmai és erkölcsi felelősségünktől vezéreltetve célkitűzésünk a nemzeti elkötelezettségű energiapolitika kidolgozásának segítése, és mindezt a közjó érdekében igyekeztünk cselekedni. Érdemes áttekinteni röviden az úgynevezett szakma és a politika kapcsolatát. Az energetika mind globális, vagyis világméretekben, mind lokális, nemzeti szinten súlyos társadalompolitikai kérdésekkel terhelt. Ezekről részletesen majd Bogár tanár úr fog szólni. Az energiapolitikának kell a társadalom szempontjából optimális megoldást kiválasztani és megvalósítani. Az úgynevezett társadalmi szakmai szervezeteknek pedig, mint amilyenek mi is vagyunk, ehhez kellene a szakmai nyilvánosságot, a megfelelő felvilágosítást a közbeszédben való részvétel útján, és mindezek által segítséget nyújtani. Meggyőződésünk szerint az úgynevezett szakmai érv, amire mint mérnökök nagyon sokszor hivatkozunk, és meg vagyunk sértődve, ha nem veszik ezt figyelembe, tehát a szakmai érv csak a közjó szempontjából azonos megoldások közötti választás esetén értelmezhető.
A politikai érdek mindig a hatalmat gyakorlók mögött állók érdekeinek megjelenítése. 2010-ig hazánkban a globális hatalmi érdekek egyértelmű helyi képviselete volt. A szakmai társadalmi szervezetek többsége önként átadta helyét a nem szakmai alapon szerveződő úgynevezett civil lobby szervezeteknek, amelyek máig virágoznak. Az előadás előtt egy úr ide jött hozzám és gratulált, nem nekem, a társulatnak, hogy a hazai úgynevezett szakmai civil szervezetek között minket tart a legjobbnak. Aztán mondott egy pár jelzőt, hogy miért. A társulatunk hitvallása, amit művészi formában már Kubik Anna megfogalmazott megrázó hitelességgel, a szüntelen újrakezdés az, ami a mi társulatunkat jellemzi. A szüntelen, következetes, elvi alapokon nyugvó újrakezdés. Meggyőződésünk, hogy az energetikának és ezért a mi szakmai szervezetünknek is a nemzetet kell szolgálnia. Van egy csapda. A sikertelenségek nem mentenek fel a szakmai erkölcsi felelősség alól. Szokásos hivatkozás, hogy nem érdemes, mert úgyse hallgatnak meg bennünket. Mi nem azzal foglalkozunk, hogy meghallgatnak-e bennünket, hanem azzal foglalkozunk, hogy az általunk igaznak vélt dolgokat hirdessük, elmondjuk honfitársainknak. Minden helyzetben igyekezni kell megfogalmazni és képviselni a közösségi érdekű szakmai álláspontot. Ez a közösségi érdekre való hivatkozás egy alaptézise a mi egész tevékenységünknek. Semmiféle részérdek, csoportérdek nem írhatja felül a közösség, jelen esetben a magyar közösség, a magyar nemzet, a magyar haza érdekeit. A szakmai nyilvánosság mellett, amit a rendezvényeinken biztosítunk, felelősségünk a társadalmi nyilvánosság vállalása is, a társadalmi nyilvánosságban való energiapolitizálás. Ezért vállalunk szereplést a médiába, amelyikről egyébként nagyon rossz véleményünk van, erről még majd lesz szó. Az energiapolitika a mi felfogásunk szerint felelősségvállalás a közösség energia ellátásáért. Az úgynevezett civil szervezetekkel szembeni alapvető bírálatunk az, hogy felelőtlenül viselkednek az ő beszédükben, írott beszédükben, a médiában. A civil, úgynevezett civil szervezetek többsége félreérti, vagy tudatosan félrevezeti a nyilvánosságot azáltal, hogy aktuális részérdekeket, különféle úgynevezett lobby érdekeket hamisan a közösség, a többség érdekében próbál megjeleníteni. Felelősség nélkül, szeretném hangsúlyozni, felelősség nélkül. A valódi energiapolitizálás, mellett energiaszó nélkül a politizálás is felelősségvállalást jelent. Társulatunk küldetése röviden a következőkben foglalható össze. Tudjuk, hogy nem fogunk győzni. Ebben a biztos tudatban erkölcsi kötelességünket, amiről beszéltem, teljesítve fékeztük és fékezni fogjuk a rossz folyamatokat. Segítünk őrizni és gyarapítani az energetikai vagyont. Alapvető kérdés alakulásunk óta,
ezt tesszük. Bátran hirdetjük és népszerűsítjük a közösségi érdekű energiapolitikát. A bátor szóra szeretnék hangsúlyt helyezni. Nem csak azért vagyunk bátrak, mert már kiselejtezettek vagyunk, főleg nyugdíjasok és az idő eljárt fölöttünk. A magunk módján mindig is igyekeztünk bátrak lenni. A bátorság, nagyon fontos hangsúlyozni, fontos erény a közösség érdekében. Bátrak voltak, akik mertek, mondja a költő. Nagyon fontos a bátorság. Nincs semmi olyan szempont, ami miatt meg kellene alkotnunk az általunk igaznak vélt erkölcsi és szakmai értékek kiállása mellett. És akkor felvetődik egy nagyon fontos kérdés. Van-e ennek értelme, amit mi csinálunk? Sokan megkérdezték már én tőlem is, hogy nem csak azt, hogy miért csináljuk, hanem azt is megkérdezték, hogy hallgatnak-e ránk. Nem foglalkozunk azzal, hogy hallgatnak-e ránk, semmivel se foglalkozunk, csak azt, ami bennünk van, amit a Jóisten értelmet adott nekünk, és a megszerzett, e világban megszerzett szaktudás alapján képviseljük a mi ránk bízatot. És itt van egy biztatás ebben a csodálatos mondatban, sose kételkedj abban, hogy lesz-e ereje egy kicsiny, de elkötelezett csoportnak megváltoztatni a világot. Valójában ez az egyetlen mechanizmus, amely minden nagy horderejű vállalkozás mögött meghúzódott. Társulatunk munkájáról úgy adhatok röviden számot, hogyha elmondom, hogy miket csinálunk. Itt van egy lista, ezt majd gyorsan felsorolom, majd néhány szót mindenről fogok mondani. A munkamódszerünket is mutatja ez a felsorolás. A legfontosabb rendezvényünk az energiapolitikai hétfő este. A jövő hétfőn tartjuk a 149. energiapolitikai hétfő estét. A másik nagyobb horderejű összejövetelünk, már amiatt nagyobb horderejű, hogy nem csak egy előadás van, hanem több, mint ma is, az energiapolitikai fórum. Ma a 11. energiapolitikai fórumot tartjuk. Társulatunk a hazai energetika aktuális kérdéseiről állásfoglalásokat tesz közzé, amelyik állásfoglalások tartalmaznak kritikát és megoldási javaslatokat. 54 ilyen állásfoglalást adtunk ki, mai nap fogjuk kiadni az 55. állásfoglalásunkat. Büszkeségünk a honlap, erről is lesz még néhány szó, amelyik a társulat életéről, munkájáról ad számot. 72 hírlevelet adtunk ki. A hírleveleket általában a hétfő estékhez igazítva havonként adjuk ki. Ebben szerepel mindaz, amit az elmúlt hónapban végeztünk, minden esemény, és az a különös jelentősége, hogy azoknak, akiknek nincs internetes elérhetősége, módot ad arra, hogy a gyermeké vagy az unokái révén az ott szereplő linkek segítségével az interneten tudjon tájékozódni. Nagyságrendileg 900 alkalommal szerepeltünk az elmúlt 15 évben a médiában. Az írott sajtóban, különféle rendezvényeken, interjúkban, stb. Általában mindent elvállalunk, ha kérdeznek bennünket, mert ez lehetőséget ad az általunk helyesnek tartott dolgoknak a terjesztésére. És egy újabb tétel nálunk az ismeretterjesztés, erről majd még részletesebben fogok szólni. Szoktam mondani,
minden második hétfő, ha második hétfő, akkor energiapolitikai hétfő este. Ezt kell megjegyezni. A kiosztott füzetnek a hátoldalán is ott vannak az adatok, tehát ha valaki még nem talált oda hétfő estére, akkor most pótlólag megteheti. A hétfő esték politikája a következőkben foglalható össze. Ez a legfontosabb rendezvényünk abból a szempontból is, hogy itt találkozunk a közönséggel, azokkal, akik eljönnek hozzánk, szabadon elmondhatják a véleményüket, tehát nekünk ez egy nagyon komoly tanuló hely, ahol látjuk, halljuk, átéljük, hogy bizonyos kérdésekről hogyan vélekednek a honfitársaink. Ugyanakkor tanulási lehetőség a kiváló előadások révén a jelenlévőknek, én magam is itt képzem magamat. Ez az arcpoétika három tételbe foglalnám össze. Mint szokásunk, ugye fontos személyiségektől idézünk. József Attila mondja, arra való az ész, hogy a külvilágot önmagával együtt tudomásul vegye. Gondoljuk végig ennek a mondatnak a mélységét. Aztán az, ahogy lehet elve halhatatlan költőnk Reményik Sándor megfogalmazásában, testvéreim, bizony nem élünk jól mi, minden percünk kínzó kiegyezés, ahogy lehet. Az ahogy lehet nem elvtelen megalkuvás, hanem a szorító körülmények közötti felelős útkeresés. És Bogár László barátunk, tanítónk, társulatunk alapítása óta minket segítő tanárúrnak az életművéből szeretnék három fontos dolgot kiemelni. Az érvényes tudás a valóság felismerése. Ezt is tessék szíves lenni kóstolgatni. Tehát az érvényes tudás az nem csak valahol olvasott dolgok, vagy megtanult dolgok, hanem a valóság felismerése. Ez a valóság akár tetszik nekünk, akár nem, ez egy adottság. A valóságosnak a felismerése az érvényes tudás. Ennek a megfogalmazása, erre már az előbb is utaltam, és őszinte elbeszélése, megbeszélése, bátor továbbadása nem haszonelvű dolog, erkölcsi kötelesség. Erkölcsi kötelesség. A környezetünkkel való igaz beszélgetés, amit újabban kommunikációnak hívnak, fékezheti a rossz folyamatokat. Az energiapolitikai hétfő estéből eddig, mint ugye említettem, nyilvánosan 126-ot tartottunk. Említettem, már hétfő lesz a 149. Köszönöm szépen, és egy hónap múlva, június 8-án a 150. energiapolitikai hétfő este. Ezt szintén egy ünnepélyes alkalomra tervezzük. Szeretettel invitáljuk mind azokat, akik járnak közénk hétfő estére, és azok, akik nem voltak. Itt egy baráti vacsora fogja követni a rendezvényt, és ezen a baráti vacsorán mód lesz ismerkedésre, beszélgetésre, mert a hétfő estéket alig lehet abba hagyni, két órára van meghirdetve, mert még mindenki beszélgetni akar. És most erre adunk egy lehetőséget, tehát baráti szeretettel
hívogatunk mindenkit erre a rendezvényre. A honlapunkon már az erre vonatkozó információk megtaláltok, és a tegnap kiadott hírlevelünkben is szerepel. Néhány nevezetesebb hétfő esténk témáját megemlítem, ennél jobban nem tudom jellemezni azt, hogy mivel töltjük mi az időnket. Az egyik ilyen kiragadtam a 150 közül a 100-tól a 148-ig terjedő összejöveteleknek a témáiból néhány fontosat. Az egyik a villamosenergia termelési módszerek életciklus analízise, tehát nem a pillanatnyi helyzet, hanem a teljes életciklusra vonatkozó vizsgálat. Hangsúlyosan jelent meg az utóbbi években a úgynevezett klímapolitika ügy, ugye maga ez a klímapolitika, maga a szó is egy vicc tulajdonképpen, hogy a klímát meg a politikát összekapcsoljuk, mint hogyha befolyásolható lenne általunk. És erről több előadás volt, Gyulai akadémikus úr kezdte majd aztán a 120-on a Reményi akadémikus úr kifizeti a révészt, avagy Mese a CO2-ről, már a cím is elég beszédes. Aztán hangsúlyosan foglalkoztunk az állam, a piac és a társadalom energiaszolgáltatás területén megmutatkozó ellentmondásaival. Az uniós energiapolitika bírálata rendszeresen napirenden van. Ennek a szakértője a Kacsó András alelnök úr minden évben tart erről egy előadást. A Szarka László akadémikus úr ugyancsak a fenntarthatóság kérdéseit feszegette energia és környezet címmel, majd az eseményekhöz igazodva az atomerőmű kérdést tűztük napirendre a fukushimai baleset után. Már az előbb is utaltam az energiapolitika és a kommunikációnak a fontosságára, amiről közösen beszélgettünk a 122. estén a Bogár Lászlóval, és a következő előadásban erről a témáról is lesz szó. Rendszeresen elemezzük a világ energetikáját és ennek a hatását a hazai energetikai gondolkodásra. A Héjas István úrnak a munkánkba való bekapcsolásával a környezetvédelem és az energetika már korábban általunk emlegetett témaköre kapott egy nagyon alapos támogatást, és erre utal az a könyv, amiről itt a kiáratnál kapható, és amiről még majd szólok. A palagáz kérdését is napirendre tűztük, ugye ez is egy nagyon aktuális, fölkapott téma, sok igazság és sok hamisság keveredve jelenik ebben meg. És végül szeretnék még megemlíteni a 147. összejövetelünket, ahol Miskolci Ferenc nemzetközi hírű légkörfizikust láttuk vendégül, meghívásunkra előadást tartott nálunk, de igyekeztünk megszervezni, hogy más helyeken is elmondhassa erről a véleményét. Nem egy könnyű dolog az igazságot hirdetni hazánkban, erről sok mindent tudnék mondani, de amit a Miskolci úr itt elmondott a mi körünkbe, mármint Magyarországon, az itteni tartózkodása alatt, az a mi honlapunkon mind megtalálható. Szeretném, hogyha fölhívni a figyelmüket, hogy tanulmányozzák ezt, mert nagyon fontos kérdésről van szó. Az energiapolitikai fórumunknak a témáit nem sorolom mind föl, de a címek már mutatják részben azt az ívet,
amelyiken a társulat működött. Ugye viszonylag korán, 2001-ben napirendre tűztük már a közérdekű energiaszolgáltatás és a globalizációnak a témáját. 2002-ben elmondtuk aggodalmainkat, energetikai tárgyú aggodalmainkat az uniós csatlakozás előtt. Ebben a témában 2000-ben egy rövid kis könyvecskét is megjelentettünk. Aztán az energiapolitika és a globalizáció 2003-ban megint előkerült, és 2006-ban az energiapolitika és a társadalom kapcsolatát elemeztük előadásainkban. Említettem az állásfoglalásainkat. Itt is van egy néhány tételből álló lista, ami szintén mutatja azt, hogy milyen kérdésekkel foglalkoztunk. 2003-ban helyre kell állítani a szakértelem tekintélyét az energetikában, mintha ma is aktuális lenne ez az igény. 2005-ben, tehát 10 évvel ezelőtt, 2005-ben a paksi atomerőmű nélkülözhetetlen a magyar energetika számára. 2007, az MVM a nemzet tulajdona. Ez volt az a állásfoglalás, aminek a alapján a magyar villamos művek megmentését folytattunk széles szakmai közvélemény segítségével küzdelmet. Egy évvel később tiltakoztunk a MAVIR privatizálása ellen. Nem csak a tiltakozásunk miatt, hanem nemzeti összefogással ezt sikerült megakadályozni, és ebben talán nem szerénytelenség, ha azt mondom, hogy némi szerepünk nekünk is van. 2008-ban felvetettük a hazai lignitre alapozott erőmű fejlesztésnek a fontosságát. Ezt ma még egyszer elfogom ennek a fontosságát, még egyszer fogom hangsúlyozni. És csak mutatom, hogy 2011-ben üdvözöljük a MOL részvények állami visszavásárlását. Ez volt az első mozzanat, amikor a tőlünk elrabolt energetikai vagyon kormány megkezdte visszaszerezni. A társulatunk életének három lényeges korszaka van, ha szabad ilyen nagyképű kifejezést 15 év táblatában megemlíteni. Először is ennek a három korszaknak van egy közös nevezője. Oda van írva pirossal. A neoliberalizmus elutasítása az energetikában. Ezt még egyszer elmondom. A neoliberalizmus elutasítása az energetikában. Ez az alapja minden ténykedésünknek. Isten adott ahhoz bölcsességet nekünk, és elegendő gyakorlati tapasztalatot, és néhány kiváló szakembert, hogy felismerjük, hogy a neoliberalizmus sok egyéb mellett, erről is fogunk még ma hallani a következő előadásban, az energetikát is szétrancsolja. 2000 és 2010 között 10 évig szinte reménytelennek tűnő, de már elmondtam, hogy mi nem ismerjük a reménytelenség fogalmát, harcot folytattunk a rombolás ellen. Szerintünk a rombolás a privatizáció és a liberalizáció az energetikában. Ezzel verték szét az energetikát. 2010-ben, még a választások előtt februárban meghirdettük a helyreállítás energiapolitikáját. Érzékeltük, hogy az ország jelentős változás előtt áll, és van remény, egy nemzeti energiapolitika megvalósítására. Reménykedtünk abba, ami aztán meg is valósult, hogy van lehetőség a helyreállításra. Majd mindjárt erre még egy mondat erejéig visszatérek. Majd a múlt év februárjában meghirdettük az építkezés energiapolitikáját. Ez volt az a füzetecske, amit 2010-ben
kiadtunk, amiben összefoglaltuk azt, hogy szerintünk a helyreállítás érdekében mit kellene tenni az energetikában. Ezt a füzetet mindenki megkapta, aki a 2010. évi jubileumi rendezvényünkön részt vett. Ezt a füzetet pedig, ami az építkezés energiapolitikája címet viseli, a bejáratnál, amikor megérkeztek, szintén mindenki készhez kapta. Kérem, hogy tanulmányozzák, egyébként mind a két anyag az interneten is, a honlapunkon is fönn van, ajánlják másoknak is. Ezeknek a füzeteknek, ezeknek az állásfoglalás formájában megjelent és kicsit terjedelmesebb anyagoknak az a jellemzője, hogy ebben mi pártpolitikától függetlenül valódi civil szervezetként, bár ez a szó ez ugye teljesen tönkrement már, de most nem jutott jobb eszembe, meghirdetjük, hogy szerintünk mit kellene tenni, és ebből szabadon választhatnak a hatalomra törő pártok. Ezért jelentetjük meg a választások előtt mindig februárban ezt, és örömmel tapasztaljuk, hogy nem csak a kormányt adó párt, hanem van olyan ellenzéki párt is, amelyiknek a programjában szó szerint idézik, és mi ennek nagyon örülünk, a mi téziseinket. Lehet, hogy van abban valami, hogy a 2010 óta az a fordulat, ami most egy kicsit elbizonytalanodni látszik, ami végbe ment a hazai energiapolitikában, ahhoz talán ezekkel a mi állásfoglalásainkkal is hozzájárultunk. A társulatunk honlapja, ez már egy harmadik generációs honlap, folyamatosan fejlesztettük. Néhány jellemzőt szeretnék erről elmondani, bár abban reménykedem, hogy nagyon sokan ismerik. Ennek a honlapnak az a tulajdonsága, hogy minden rajta van, minden elérhető, amit mi 2000-től kezdve a mai napig hirdettünk, mondtunk, beszéltünk, dokumentáltunk. Rajta vannak a rendezvényeink, minden energiapolitikai hétfő estének a meghívója, az elhangzott prezentáció és a videófelvétel. A videófelvétel, vagyis minden, aki nem tud részt venni a rendezvényünkön, az utólag bepótolhatja. Arra is jó ez, hogyha valaki a rendezvényünkön olyasmire kezd rá, hogy miért nem hallottunk erről, akkor meg tudom neki mondani, hogy látogassa meg a honlapot. Ugyanígy tehát a hétfő este az energiapolitikai fórum, az összes állásfoglalásunk, valamennyi nyilvánosságban elhangzott beszédünk, hozzászólásunk, interjú, minden rajta van. És mindennek a felhasználását elősegíti egy szakmai kereső, ahol a témának a beütése után föladja a rendszer azokat a helyeket, ahol megtalálható. Vénységünkre kénytelenek voltunk megtanulni ezt a technikát, mert a mai világban az úgynevezett kommunikációnak ez az eszköze, és hogy jelen tudjunk lenni, ahogy ezt kell csinálni. És körülbelül 1100-an vannak azok, akikkel elektronikus kapcsolatban vagyunk, akik jelentkeztek nálunk, és akik érdeklődnek a témáink iránt, nem csak a honlapunkat látogatják, hanem használják is. És egy másik fontos jellemzője ennek a honlapnak, hogy ez lehetőséget ad arra, hogy a médiaiparral is kapcsolatot ápoljunk. Hiszen ugye a hírgyártásban ezek a szegény szerkesztők
arra vannak kárhoztatva, hogy kommentáljanak valamiféle hírt, és akkor elkezdenek kutatni, ma mindenki az internetet keresi, elkezdenek kutatni, hogy hol lehet erről valamit találni, és akkor gyakran belénk ütköznek. Hát ez a titka annak, hogy én is olyan sokat szerepelek a nyilvánosságban, mert hát jobb hiány, és még mindent el szoktam vállalni, ha csak ha lehet, meg ha van mondani való. Na mostan ugye azért az legtöbbször van, hogyha követjük az eseményeket. Ennyit a honlapról, ajánlom mindenkinek. A hírlevelünkről már beszéltünk, itt épp a 71. hírlevélnek az eleje van, tehát ez az, amit megjelentetünk a honlapon is, és ezeket az anyagokat a hétfő estén föl lehet venni. A hétfő estén a bejárattól jobbra van egy kis terű asztalkám, lehet néhány pogácsát találni, a bal oldalon meg van egy kerek asztal, ott pedig írás termékek vannak kitéve, tehát olvasni valók, azok számára, akiknek nincs internetes csatlakozási lehetőség, vagy akik el akarják ezt másnak vinni. Végül a munkánknak, mint utaltam már rá, újabban egy nagyon fontos területe az ismeretterjesztés. Az ismeretterjesztés. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, mert ez eléggé kiment a divatból hazánkba. Miközben a természettudományra alapozó úgynevezett technikai fejlődés szinte beláthatatlan, a média segítségével manipulált, kiszolgáltatott tömegek egyre inkább az úgynevezett modern tudatlanság, a mesterségesen kialakított és fenntartott tudatlanság állapotában vannak. Az ismeretek hiányából származó félelem, láss például atomenergia, a modern hatalomgyakorlás fontos kellékévé vált. Munkánknak ezért fontos tartalmi eleme, különösen az utóbbi időben, a tudományos energetikai ismeretterjesztés, amely ma szinte teljesen hiányzik a hazai nyilvánosságból. Ezért is támogattuk, már utaltam rá Hias István barátunknak, a szakszerű, közérthető, olvasmányos könyvének a megjelenését, aminek a képe itt látható, és az előtérben megvásárolható, honlapon is elolvasható. Ennek a segítségével mind azok, akik az energetika és a környezetvédelem kérdésében valódi szakmai ismeretek birtokában szeretnék kialakítani a véleményüket, ebben tájékozódhatnak. Az ünnepi beszéd végéhez közeledve néhány üzenetet szeretnék megfogalmazni, társulatunk üzenetét az energetikai kérdésekben. De túl ezen nemzetünk jövője szempontjából is fontos tételekről van szó. Egyetlen esély nemzetünk életének megújítására, ha kis közösségként okosan alkalmazkodunk a természeti és a világpolitikai környezetünk általunk gyakorlatilag nem befolyásolható változásaihoz. Ez az igazi nemzetstratégia. Nagyobb hangsúlyt fordítunk, egyre inkább erre is már többször utaltam, az energiapolitika nemzetfilozófiai megközelítésére. Minden energiaszolgáltatás visszafordíthatatlan. Növeli az entrópiát, rombolja a környezetet, beavatkozás jelent a szakrális rendbe. Egész földünk alá van vetve a mulandóság törvényeinek. Mi ebben mérnökök, sajnos közreműködők vagyunk. Ebből a helyzetből csak az állandóan megújuló élet adhat kimenekedést,
előre menekülést. Az úgynevezett klímapolitika, már a szót is az előbb bíráltam, indokolatlanul szorosan kötődik az energiapolitikához, mintha az energetika lenne az egyedül felelős azokért a változásokért, aminek a természetével tudományosan nem vagyunk tisztában. Az éghajlatváltozásban az emberi tevékenység szerepe, az érdemi befolyásolás lehetősége tudományosan nem igazolt. Lásd Miskolci professzorúnak a előadásai. Ezen a téren az egész világra kiterjedő manipuláció folyik. Ez az egyik fontos globalista manipuláció. Fel kell lépni ellene. A küzdelem reménytelen, elég reménytelen ahhoz, hogy a mi kis csapatunk ezt vállalja. Az utóbbi időben ezekben a kérdésekkel ezért foglalkoztunk. Sok szó esik az energiabiztonság kérdéséről. Világosan le kell szögezni. Az oroszországi primer energiahordozók történelmileg kialakult behozatali függősége belátható időn belül számottevően nem csökkenthető. A megújuló energiákkal semmiképp, a hazai lignittel is csak részben. Az ellátásbiztonságot az uniónak elsősorban az import primer energiahordozók közös piacával kellene elősegíteni, de nem teszi. Mivel ezt nem teszi, nekünk, kormányunknak több irányú nyitás keretében minden új szállítási és forrás lehetőséget támogatni kell, és igyekezni kell diplomáciailag, politikailag ennek a realizálását elősegíteni. Bohózatba illő mindaz, ami Paks 2 fejlesztése ürügyén a médiában, a különböző helyeken folyik. Megítélésünk szerint ez egy széles társadalmi támogatottságú jó döntés volt. A magyar érdekű legnagyobb erőmű fejlesztés megindítása, mert kicsi sem volt. Az előkészítés tervszerűen halad, ma erről egy szakmai előadást fogunk hallani, amelyet politikailag az ellenzék egy része is támogat, a másik része azonban geopolitikai nyomással a háttérben, aktuál politikai hisztériakeltéssel foglalkozik. Feladatunk a következetes felvilágosító, ismeretterjesztő munka folytatása. Nem értünk egyet azzal a újabban megjelent kormányzati szándékkal, hogy külföldi menedzserek vezessék az atomerőművet. Ebben a kérdésben a mai napon egy állásfoglalást adunk ki, erre már az előbb utaltam, ezt az állásfoglalást az összevetőnünk végén a jelenlévők írásban magukkal vihetik, a délután folyamán az országos sajtószolgálat útján közé tesszük, és a honlapunkon is megjelenik. Mátra, erre is utaltam már, hogy 2008-tól hangsúlyozzuk, hogy a magyar villamosenergia rendszer kapacitás hiányos, csak az importtal biztosítható jelenleg az ellátásbiztonság. Az import kockázatainak stratégiai kezelése során felértékelődik az egyetlen jelentős hazai ásványvagyonunk a lignit. Ezért javasoljuk megvalósítani már előkészített 400-450 megawattos mátrai bővítést. Erről a témáról ismételten napirendre fogjuk tűzni az egyik hétfő esténken. És végül erről a bizonyos geopolitikai nyomásról. A közelmúlt eseményei mutatják,
hogy az energiapolitika része a geopolitikának. A hangzatos egyenlőségről és demokráciáról szóló propaganda ellenére sajnos, mindig a hatalmi erőviszonyok határozzák meg az energiapolitikát is, kedves mérnök és közgazda társaink. Kormányunk jelenlegi külpolitikája ebből a szempontból is az ország, a közösség érdekét szolgálja. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt megértsük, megmagyarázzuk, és ezért bátran kiálljunk. Végül vissza Lévai professzor úr csodálatos mondásához, ami az mi egész munkánknak, tevékenységünknek az eszmei alapja. Professzor úr nem sokkal halála előtt mondta, addig van magyar jövő, amíg vannak, akik áldozatok árán, ellenállás esetén is képviselik az erkölcs és az igazság szellemét. A mi társulatunk eddig is ezt képviselte. Amíg mi élünk, ezt fogjuk képviselni. Ezt ajánlom minden jelenlévőnek és minden honfitársunknak. Köszönöm a figyelmüket!